Hetek óta tartanak a táborok a Szentendrei Vizes 8-as úszodai szabadidő központban, a V8 sporttáboraiban nem csak úszni, teniszezni, de táncolni is lehet. A választható turnusok között szerepel intenzív úszás, küzdősport, képzőművészet, foci, vízilabda, szinkronúszás, tenisz és néptánc is. A tábor vezetők az elmúlt évek tapasztalatai alapján állították össze a 3 hetes tábor tematikáját. Gólya Zsolt táborvezető elmondta, a sporttábor olyan gyerekeket is várnak, akik még nem rendelkeznek kellő vízbiztonsággal. Próbáltunk alkalmazkodni a hosszú sok évek átlagával, mert rengeteg sok tábor van, különféle lovasport, meg focista táborok, és elég nehéz mostanában fölvenni a versenyt. És ezért próbáltuk sokkal több színűvé tenni, hogy ne csak úszás legyen a központi hangsúly, hanem megpróbáltuk belevonni a teniszt, a küzdősportokat, néptáncot, meg egyéb más színes programokat, hogy azért lehessen válogatni. Az úszás az alapprogram, és akkor utána, vagy délelőtt, vagy délutánonként szoktak előfordulni ezek a különböző változatos programok. Emellett szoktak bowlingozni a gyerekek, biliárdozni, meg leszoktunk menni a patakhoz, hajókat elengedni az útjukra, amiket délelőtt ők hajtogatnak meg. A programok nagy része az itt van bent. Úgyhogy egyedül csak a tenisz meg a foci, ami külső szintéren van, de szerencsére kedvezett, úgyhogy meg tudtuk tartani az egészet. Szóval, hogy mikor megyünk játszótérre, vagy esetleg a patakhoz kirándulni, az ilyen abszolút szabadon választott. És szerencsére így az évek folyamán már vannak bevált felügyelők, meg azért rutint is szereztünk így, hogy oldjuk meg a különböző életkori különbségeket, de össze lehet rakni elég jól rendesen. Kell rajta agyalni sokat, de össze tudjuk hozni. Voltunk a teniszpálya melletti játszótéren, az kimondottan tetszett nekik. Csináltunk mindenféle labdás ügyességi játékokat. Akkor a fiúk kitalálták, hogy építenek gátat ott az erdős részen, úgyhogy az a része abszolút tetszett nekik. Mennyire jellemző, hogy olyan gyerekek jönnek úszótáborba, akik amúgy még nem tudnak úszni? Szerencsére egyre többen jelentkeznek olyanok is, akik félnek a víztől, meg abszolút nem mernek csinálni semmit a labdázáson kívül, azt is csak úszógumiba, úgyhogy azért ennek örülünk. Szülőként a szülőknek mit tanácsolnál? Tehát az ember azért féltve engedni egy olyan gyereket, aki még benne nincs meg az a fajta vízbiztonság. De mennyire tartod ezt hasznosnak, hogyha olyan gyereket küldünk úszótáborba, aki még nem érzi magát biztonságban a vízben, de vagy konkrétan nem is tud úszni? Én nagyon hasznosnak tartom, mert inkább ilyen ellenőrzött körülmények között derüljön ki az, hogy hogyan és mit reagál egy medencébe vagy a vízben egy gyerek, és inkább itt adjunk neki valamilyen vízbiztonságot, hogyha bármi van, tudja, hogy kell megfogni a medence szélét, mint hogy mondjuk a szülőkkel elmennek strandolni, és akkor ott egyre több a baleset, és legalább valami alapokat adjunk neki. Egyénileg is, meg csoportban is. A csoportot azt azért ajánlanám, mert látja, hogy a többi gyerek is túléli, vigyorog, jól érzi magát. Egyénileg meg jobban lehet a feladatokra terhelni a gyereket. A táborlakók között több korosztály is megtalálható, az egészen kicsitől a nagyobbakig, így a felügyelők igyekeznek minden korcsoportnak megfelelő programot és foglalkozást összeállítani. A táborban múlt héten 2 úszásóránk volt, ugye minden hét más tematikára épül, az úszás, ami fix. Ugye most délelőtt teniszóránk van, délután úszás. Közte játszótéren vagyunk, különböző játékokat csinálunk, vannak kreatív feladatlapok, mindenki választhat, hogy melyiket szeretné. A nagyobbak már inkább a fiúk fociznának, ügyességi feladatok, sorversenyek, különböző akadálypályák, a lányok ugye sokkal csendesebbek, rajzolnak, különböző feladatlapok, szókereső, ugye a szünetben ilyeneket szoktunk csinálni. Pénteken mindig van egy ilyen összeülünk, megbeszéljük kinek, mi tetszett a héten, mi volt, ami annyira nem tetszett. Ugye az úszás van most délután, ott szoktunk ilyen elbúcsúzást tartani. A gyerekek szívesen osztották meg stábunkkal, hogyan érzik magukat a táborban. Itt most reggel van tenisz, és délután meg úszás. És mi tetszik a legjobban? Az, hogy sportolhatunk. Szereted a mozgást? Jársz egyébként edzeni valahová, vagy úszni? Igen, járok, vívásra járok, meg ide úszni. Ha valahol vannak itt gyerekek, és én nekem nincs ismerősöm, akkor szoktam velük barátkozni. Mi a kedvenc részed itt? Tenisz. Teniszeztél már ezt megelőzően valahol? Amikor szívós tábor volt, akkor teniszeztem.
És örülsz annak, hogy a szüleid elengednek ilyen táborba? Jól érted magad itt nyáron? Igen. Wildner Márton, a V8 úszodai szabadidő központ új ügyvezetője, nagyon fontosnak tartja, hogy a vizes nyolcas megfelelő adottságait a lehető legszélesebb körben tudják kihasználni. Ahogy hallják is a nézők, illetve ti is, hogy remek a hangulat, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a V8-nak egy különleges, tulajdonképpen ez egy különleges létesítmény, és szeretnénk kihasználni minden egyes adottságát, és az adottságai pedig tökéletesek arra, hogy itt nyári táborokat szervezünk, ahogy jelenleg is itt mögöttem folyik a gyerekekkel együtt. A felügyelők nagyon jól végzik a munkájukat, és hál' Istennek a gyerekek is nagyon megszerették minden egyes felügyelőt. A diákok számára a nyár mindig túl rövid, nem lehet sajnos elég hosszú, amennyire ők szeretnék. Június 18-án kezdtük meg a táborokat, minden héten egy tábor, összesen 7 darab tábor van itt a V8-ban. Augusztus 6-án zárjuk, az intenzív úszás oktatástól kezdve tánc, néptánc, vízilabda, tenisz, pont a héten a teniszhetünk van, úgyhogy nagyon változatos programokat kínálunk itt a gyermekeknek, valamint a szülőknek. A tábor utolsó hete július 30-ától egészen augusztus 3-áig tart, ahol a főszerepet az intenzív úszás kapja.